A 2020-as és a 2021-es év után a 2022-es esztendő sem volt problémamentes a nyíregyházi úszók számára. Igaz, tavaly nem a Covid-dal, hanem egy átmeneti úszoda bezárással kellett megküzdeniük az edzőknek és a versenyzőknek. Ettől függetlenül a szakágvezető elmondása szerint minden versenyen el tudtak indulni, és az eredményekre sem lehetett panasz. Mindenképpen kiemelném, hogy a felnőtt versenyzőinket először, ők hozzák mindig a legjobb sikereket, a Stankovics Anna, aki világbajnokságot 19. helyen zárt, az idén felnőtt világbajnokságról beszélünk. Ugye Hatházi Dóri szeptembertől Amerikában ösztöndíja készül tovább, évvégére újra itt láttuk hazai medencében, ő is a magyar bajnokságon elért eredményei mindenképpen előre mutatóak. És akkor jönnek a fiatalok közül, akik mindenképpen kiemelném a Barna Biancát, aki nagyon hosszú évet zárt, belecsöpp benne egy kicsit ebbe a dologba, nagyon nagy elvárásokkal, én azt mondanám, hogy nagyon nagy jövő előtt áll, ő első éves ifiként gimnáziádén érmes volt, felnőtt, vagy junior világbajnokságon és junior Európa bajnokságon indult, és az Európa bajnokságon szintén váltóba érmes volt, és még a jövőre is ifi korosztályos, illetve a fiúk közül a Barkóczi Rolandot, aki az év végére találta meg ugye a góllövő cipőjét foci hasonlattal, aki a rövidpályás magyar bajnokságon serdülőkorcsoportban ugye dobogóra tudott állni. A 16 esztendős Barna Bianca végigversenyezte az elmúlt évet, és mind a hazai, mind a nemzetközi parondon letette a névjegyét. A magyar felnőtt országos bajnoksággal kezdődött, ahol 200 mellen sikerült dobogóra állnom, ugyanis harmadik helyet sikerült elcsípnem, aminek nagyon örülök. Ezután a versenyen folytatódott egy gimnáziumi világbajnoksággal, ahol 3 érmet sikerült szereznem. Ezek után a saját bajnokságomon, az ifjúsági országos bajnokságon sikerült mind a 3 mellúszó számot megnyernem, aminek nagyon örülök, és így ennek eredményeképpen sikerült magamat kvalifikálnom az Európa bajnokságra induló csapatba, ahol így elsősorban a 4x100 méteres női vegyes váltóban számítottak rám, de egyéni számokban is el tudtam indulni. A 4x100 méteres női vegyes váltóban második helyet sikerült megszerezni a csapatnak, és így úgy gondolták, hogy vagy a világbajnokságon is jó csapat lehet ez, úgyhogy azon is elindultunk. Ott negyedik helyet sikerült megszereznünk így az utolsó nap, illetve volt egy második helyünk is, ami sajnos egy kizárással végződött, úgyhogy ez egy kicsit így szomorú volt számunkra, de nem voltunk elkeseredve, úgy gondolom. Nemrég pedig a felnőtt országos bajnokságon, a rövidpályáson is sikerült döntőket úsznom, aminek nagyon örülök, mert egyébként nagyon jó időnek számított az összes, amit ott úsztam, illetve a saját rövidpályás országos bajnokságomon is sikerült 3 érmet szerezni, aminek szintúgy nagyon örülök. Hatházi Dóra az elmúlt év őszétől már az Egyesült Államokban tanul és úszik. A decemberben hazalátogató versenyző jól érzi magát a tengeren túlon. A legnagyobb változás az, hogy jardos medencében edzek, és nem méteresben. Ez egy kicsit kihívás jardosból visszaállni méteresbe edzeni, de úgy gondolom, hogy ezen kívül tényleg az edzések nagyon jók, és a csapatközeg is nagyon jó. A nyíregyházi úszók a hét második felében elkezdik a felkészülést. Stankovics Anna célkeresztjében már ott van a párizsi olimpia, Barna Bianca a korosztályos világversenyekre fókuszál, Hatházi Dóra pedig a tengeren túlon akar olyan időket úszni, amelyekkel bekerül a magyar válogatott keretbe.